Kedves vendégek, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Halmos Béla Pest megyei Könyvtár és az Informatika és Könyvtári Szövetség nevében. 10 éves a KSR rendezvényre, nagyon köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Én Tóth Máté vagyok, a Halmos Béla Pest megyei Könyvtár igazgatója, és elsőként szeretném felkérni dr. Vitályos Esztert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettesét, parlamenti államtitkárát és a Pilis-Dunakanyari térség országgyűlési képviselőjét, hogy köszöntsön Önöket. Tisztelt elnök asszony, tisztelt polgármester úr, tisztelt igazgató úr, kedves megjelentek, tisztelt hölgyeim és uraim! Először is nagyon szépen köszönöm a meghívásukat, és nagyon örülök neki, hogy együtt lehetünk ezen a napon. Ahogy elhangzott Mátétól, a Pilis-Dunakanyar országgyűlési képviselőjeként is, és a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyetteseként is szívből köszöntöm Önöket, és gratulálok a könyvtárellátási szolgáltató rendszer megalakulásának 10. évfordulója alkalmából. Nekem mindig van egy olyan gondolatom, amikor belépek egy könyvtárba, hogy kicsit úgy érzem magam, mintha egy festőnek vagy egy alkotónak a műhelyébe, a szentélyébe lépnék be. Egyesül a szellem, a szépség, a tudás és a kultúra. Ezt a gondolatot azt gondolom Kosztolányi Dezső szavai is megerősítik. A könyv a szellemi manna, amelyből mindenki jól lakhatik, az égi táplálék, amely minél inkább fogyasztják, annál több lesz belőle, a bűvös kenyér, amely senkit nem hagy éhen, minden inségest kielégít, hatalmassá tesz. A könyv, amely mindenütt jelenlevővé varázsolta a szellemet, megteremtette az emberiség lelki közösségét. A könyv, amely nem csak a teret hódította meg, hanem békjóba verte a térnél is nagyobb ellenségünket, megállította az időt. Ennél nincs nagyobb csoda. Mindig a legegyszerűbb dolgok a valódi csodák. Én mégis azt gondolom, hogy a könyvtár a könyveken kívül még valami miatt lesznek csodálatosak, és ezek azt gondolom, hogy pontosan Önök, a könyvtárosok, azok, akik életet visznek a helységekbe. A könyvtáros nélkül a könyvtár valójában nem is könyvtár, csak raktár lenne. De ahol megjelenik egy könyvtáros, akár egyetlen kötet nélkül, csak a szívébe, lelkébe, fejébe beleégett versekkel, sorokkal, fejezetekkel is képes csodát tenni, elvarázsolni a ráfigyelőket, a szépre, jóra vágyókat. Nekem is számtalan olyan eset jut az eszembe gyerekkoromból, amikor egy könyvtáros miatt is érdemes volt a könyvtárba járni, mert mindig segített eligazodni, hogy mit érdemes olvasni, kinek a műveit érdemes tanulmányozni, és egyáltalán megszerettette velünk az olvasást. Előbb a pandémia, majd a háborús válság, azt hiszem, hogy ez a két tényező jelentősen próbára tette és próbára teszi a kulturális intézményeket is. Az elmúlt évek egyik legfontosabb kifejezése nem csak a könyvtár területén, hanem az összes közművelődési intézmény területén az alkalmazkodó képesség volt. Sokszor szinte egyik napról a másikra kellett kisebb-nagyobb változásokat végrehajtaniuk Önöknek is a könyvtárak működésében, a szolgáltatásaikban is, mindezt úgy, hogy lehetőség szerint minél kevésbé veszítsék el az olvasókat. Azt gondolom, hogy Önök ezt sikeresen, fegyelmezetten és rendkívüli kreativitással tették az olvasók érdekében. De nem mehetünk el amellett sem, hogy ebben a feszült és nehéz helyzetben újabb és újabb, soha nem látott kihívásokkal kell közösen szembenéznünk. Nagyon fontosnak tartom az elmúlt évek innovatív ötleteit, megoldásait, új szolgáltatásait, amelyeket azt gondolom, hogy meg kell őrizni és tovább kell fejleszteni. Elengedhetetlennek tartom ugyanakkor azt is, hogy a könyvtár újra gondolja magát, újra gondolja szerepét ebben a jelentősen megváltozott világban, és megtalálja azokat a korszerű módszereket és eszközöket, amelyek segítségével hozzájárulhat a korszerű könyvtári szolgáltatásokhoz. Tisztelt megjelentek, engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindannyiuknak az eredményes munkájukért,
minden olvasó, különösen a gyermekolvasók nevében köszönöm, hogy értünk dolgoznak. És nagyon hasznos konferenciát kívánok Önöknek. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Tisztelt miniszterhelyettes asszony, nagyon köszönjük ezeket az inspiráló gondolatokat. Én azt gondolom, hogy nagyon jó alapját fogja szolgálni ennek a tanácskozásnak. És kicsit az jutott róla eszembe, hogy a KSZR-nek talán az igazi erénye az az, hogy ezek könyvtári, információs és közösségi helyek lettek. Tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy 2013-ban megvalósult ennek a területnek is a rendszerváltása. Tehát azok a könyvkölcsönző helyekké silányult községi könyvtárak azok újra erőre kaphattak, és olyan helyekké tudtak válni, ahol az információs társadalomnak, az informált polgárai, ők olyan erőforrásokhoz jutottak, ami az ő életüket valóban gazdaggá tette. Ez úgy gondolom, hogy ez közös siker a Kulturális és Innovációs Minisztériummal, illetve az elődjével, az EMMI-vel, és közös siker a településekkel is. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm körünkben Németh Miklós polgármester urat, Pócsmegyer község polgármesterét, és felkérem egy köszöntő megtartására. Államtitkár asszony, igazgató úr, hölgyeim, uraim, nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt Pócsmegyer Surány község területén. Ha megnézik a térképet, vagy megnézik a közigazgatási helységneveket, akkor mindenki csak Pócsmegyer találja, de hát ez azért van most már így, hogy Pócsmegyer Surány, hiszen annó valamikor rengeteg művész, író, tudós költözött ki a surányi üdülő terület részünkre, ami most már állandó lakókkal van tele, és körülbelül 10 éve hoztunk egy olyan döntést, hogy ugye hivatalos közigazgatási címként Pócsmegyer szerepel, de kötőjelre oda tettük, hogy Surány, hogy ezzel is megtiszteljük azokat az embereket, akik ide költöztek, akik itt alkottak, akik itt éltek, és most már teszik mindennapjaikat. Nagyon sok alkotó ember van nálunk, és ezek az alkotó emberek sokszor bekapcsolódnak a mi kis kulturális életünkbe, akár a könyvtárnak az életébe is, hiszen olyan író-olvasó találkozók vannak, amelyek szerintem, amit igazgató úr is, meg éppenséggel államtitkár asszony is mondott, kiegészítünk magának a könyvtárnak a létét plusz dolgokkal, és ez sokkal csábítóbb az emberek számára. Tehát amikor személyesen meglenik egy író egy ilyen kis településen, egy költő, és felolvasást tart a műveiből, azt hiszem ennél közvetlenebb, és mondjuk azt, hogy átadva úgy az információkat, és megszeretetve a könyveket, másképp nem is nagyon lehet. Nehezen lehet becsábítani az embereket, azt látom a könyvesboltokba, sok, ennek megvan az anyagi oka is, tehát ezért a könyvtáraknak megvan az az igazán varázsatos szerepe, hogy gyerekkönyvekbe, szépirodalomba, tudományba, bármi másmilyen ilyen írományokba helyet adjanak a ilyen kis települések lakóinak, és tudjanak olvasni. A mi kis településünkre tényleg csak röviden annyit, hiszen itt a szakmáról szól, és egy polgármester itt csak díszítő elem tud lenni, más nagyon nem ezen a konferencián, hogy a településünk ugye árpádkori alapokon nyugszik, mindenkor voltak itt emberek, éltek emberek, azért jó pár nagy költőt, írót meg lehet említeni, hogy Móri Zsigmond ugye presbitere volt itt a református egyház közösségének, de Karinthy Ferenctől kezdve jó páran megfordultak, és itt voltak, és itt alkottak. Igyekszünk az ő csodálatos munkáit és emlékeit megfelelően őrizni. Ezt szerintem maga ez a kis intézmény is mutatja, ahol önök vannak. Ez egy eléggé ilyen multifunkcionális intézmény. Itt meg lehet találni egy kis konferenciateremet, egy szép kis könyvtárat ajánlom megnézni, hiszen erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy így meg tudtuk
alkotni, és is használják is az emberek. Van egy jóval nagyobb konferencia termünk, és ehhez csatlakozik a Zöldsziget általános iskolának az alsó tagozatos osztályai, tehát az első, második, és így próbálunk mindent így összefogni, egy helyen lenni, parkolókat is tudunk biztosítani, és a jövőben remélhetőleg a tónak, amit láttak itt a déli felén is, olyan területet, olyan beruházásokat tudunk elindítani, ami még bővebb és még nagyobb kulturális lehetőséget biztosít mind az itteni környezet, mind az ország más részéből érkezőknek. Én nem akarom elvenni az önök hasznos szakmai idejét, érezzék jó magukat nagyon itt Pócsmegyer községben, és remélem, hogy elégedetten fognak távozni mind szakmailag, mind lelkileg feltöltődve. Köszönöm szépen, és szép napot kívánok önöknek! Nagyon köszönjük polgármester úrnak az inspiráló gondolatokat. Ezt épp most akartam mondani, és ez a bizonyíték rá, hogy a polgármesterek nekünk partnereink, és nem csak úgymond díszítő elemek a KSR rendszerben, hogy valóban mi is úgy tekintünk a könyvtárakra, mint inspiráló terekre. Mint olyan közösségi terekre, ahol új gondolatok születnek, és ahol érték teremtődik. Úgyhogy nagyon, nagyon szépen köszönjük. És végül, de nem utolsó sorban szeretném felkérni az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnökasszonyát, Tőzsér Andreát, hogy köszöntse a egybegyűlteket. Tisztelt miniszterhelyettes asszony, polgármester úr, kedves kollégák! Ez egy új tisztség számomra, és ez az első alkalom, amikor így köszönthetek a szövetség nevében. Amikor 10 évvel ezelőtt, sőt már jóval előtte is összefogott a könyvtáros szakma, és elindultunk egy úton, ami arról szólt, hogy figyeljünk oda minden kis településre, figyeljünk oda minden állampolgárra, akik itt Magyarországon élnek, hogyan tudunk mindenki számára egyenlő eséllyel könyvtári szolgáltatásokat biztosítani. Ez az út, ez hosszú volt. Ahogy körülnézek a teremben, ezt az utat nagyon sokan közösen tettük meg. Nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy eljussunk odáig, hogy egy ünnepé válhasson ez a nap, hiszen mi úgy éljük meg, hogy a könyvtárellátási szolgáltató rendszer 10 éve, és ezzel ez a mai nap egy olyan ünnepelni való dolog, amire büszkék lehetünk. Büszke lehet a könyvtáros szakma, könyvtáros társadalom, büszke lehet a kulturális közösség, és büszkék lehetnek, azt gondolom, azok is, akik mindehhez hozzátették a saját munkájukat. Mindig azt figyeljük, hogy mennyire talál célba az a szolgáltatás, amit elindítottunk. A könyvtárellátási szolgáltató rendszernek nagyon nagy erénye, hogy mindig odafigyelünk arra, hogy mit szeretnének azok a partnerek, akikkel együtt dolgozunk. Igen, mit szeretnek a polgármesterek, mit szeretne az a település lakossága, ahová mi nap mint nap kijárunk, hétről hétre, hónapról hónapra figyelemmel kísérjük a megújuló igényeket, figyelemmel kísérjük azt, hogy milyen dokumentumokra van szükség, és mindemellett milyen programokat szervezhetünk számukra, hogyan szólítsuk meg a babákat, a kicsi gyerekeket, az iskolásokat, a tinédzsereket, hogyan szólítsuk meg a felnőtteket, hogyan szólítsuk meg a nyugdíjasokat. A mai nap erről fog szólni, nagyon jó tanácskozást kívánok. Polgármester úr, szeretném most megköszönni, hogy itt lehetünk, hiszen amint látom, ez egy olyan gyönyörű település, ahová csak azért is érdemes eljönni, hogy konferencián kívül szétnézzünk, és amit pedig látunk, akár a könyvtárat, akár ezt a gyönyörű rendezvényházat, a környező közszolgáltatási intézményekkel, itt látjuk, hogy itt minden egyben van, gratulálunk hozzá. Jó tanácskozást kívánok mindenkinek! Kedves kollégák, és akkor most elkezdenénk a szakmai programot. Nagyon köszönjük az inspiráló gondolatokat, és most szeretném felkérni Ramháb Máriát, hogy a
KSR elmúlt 10 évéről egy összefoglaló előadását tartsa meg. Tisztelt miniszter helyettes asszony, polgármester úr, elnök asszony, kedves kollégák! Most már több egyszerre hallom, hogy az elmúlt 10 évről fogok beszélni. Hát nyilván, hogy aki ismeri ennek a fantasztikus sorozatnak a történetiségét, az tudja, hogy az elmúlt 10 év az egy meghatározott mérföldkő. Én azzal a kemény felelősséggel állok itt, talán túl sokan nem is vagyunk a teremben, akik nagyon-nagyon régóta foglalkoznak a kis településen, a vidéken élő lakosság könyvtári ellátásával, így a mai napon mindenféleképpen arról szeretnék számot adni, különösen azért, mert sokan vannak, akik valóban újként kerültek be néhány éve ebbe a szakmába, és talán nem is biztos, hogy nyomon követték azt, hogy milyen régre nyúlik vissza ez a típusú könyvtár ellátás, amiről ma beszélünk. Az is ki fog derülni, hogy miért beszélünk 10 évről, de mivel rendszerek nem épülnek egyik pillanatra a másikra, ezért fontosnak tartom nagyon, hogy becsüljük meg az előzményeit, hiszen az is a mi munkánk, nagyon sokunknak van benne munkája. Tehát el fogunk érkezni majd a 10 évhez, csak egy kis türelem, mert előtte azért nagyon sok minden történt. A magyar könyvtári rendszerben úgy gondolom, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy a kistelepülési könyvtárak azok, amelyek a legtöbb változáson keresztül mentek, mindig valakik meg akarták újítani őket, és mindig kiderült az, hogy tulajdonképpen egyedül rendszer nélkül nagyon nehéz. Nem fogok természetesen most végigmenni a sok-sok ilyen változáson, hiszen természetes, hogy ezt őrzi a szakirodalom, és azt hiszem, hogy a mi mai témánk szempontjából a legfontosabb az, hogy mit tekinthetünk reményeim szerint most már működő rendszernek. Az a könyvtáraknak a vonzereje. Úgy gondolom, hogyha egy hely, egy szolgáltatás nélkülözhető az emberek számára, akkor bizony megesik, hogy azt a szolgáltatást nem veszik igénybe. Ezért a szolgáltatás nyújtónak jó erőre gondolnia kell arra, hogy mindenképpen azokat az elemeket megtalálja, amitől az ő szolgáltatása vonzó lehet. A könyvtár nem specifikus abból a szempontból, hogy a szolgáltatást igénybevevőnek egyik meghatározott élménye az mindenféleképpen a hely, a környezet, ahova vagy várják, vagy nem várják. És hogyha ott tulajdonképpen jó szolgáltatásokat kap és jól érzi magát, akkor feltehetően oda vissza fog térni, és nekünk ez a fő célunk, hogy visszatérjen. Nos, az indulás éve bármilyen hihetetlen 2003-2004. Az akkori Oktatási és Kulturális Minisztérium könyvtári főosztálya egy helyzetfelmérést készített velünk. Ekkor kezdődik a szakmának egy stratégiai ciklusa, és szemmel látható, hogy a kistelepülések könyvtár ellátása teljesen elégtelen, azaz itt valamit tenni kell. De hogy mi legyen az, amivel most megint hozzáfogunk ennek a területnek a megreformálásához, azt mindenféleképpen konkrétumokra szerettük volna alapozni, ezért egy munkabizottság jön létre, és ennek a munkabizottságnak az első feladata az, hogy ezt a helyzetfelmérést elkészítse. Nagyon kedvező helyzetben vagyunk, mert az 1997 évi 140-es kulturális törvény, ami ugye a szakmában régen dolgozók jól emlékeznek rá, hogy egy olyan rugalmas kerettörvény, amelyik igazodik az európai könyvtári rendszerek gyakorlatához, és megadja azt a lehetőséget a hazai könyvtárügynek, hogy a keretet, ahogy lépésről lépésre halad, tartalommal töltse meg. Ezért itt egy nagyon lényeges pontra fölhívnám a figyelmüket a kollégáknak, ez pedig az, hogy már akkor a törvénybe beletettük, elnézést, hogy így fogalmazok, kezdettől fogva dolgozom ebben, hogy a könyvtári szolgáltatás igénybevételével is lehet a lakosságnak ellátást biztosítani. Nagyon sokan akkor ezt a mondatot még nem is igazán értették, de a lényeg benne volt, nem feltétlenül muszáj,
könyvtárat fenntartani. A törvény egyedül a megyei önkormányzat számára írta elő a könyvtár fenntartást, viszont kötelezően írta elő az önkormányzatok számára a könyvtári szolgáltatás biztosítását. És nekünk ez volt a lényeg, hogy minden településen legyen elérhető könyvtári szolgáltatás, és ebből a könyvtári szolgáltatásból próbáljuk kihozni a lehető legjobbat. Amikor ezt a helyzetképet föltártuk, akkor olyan csomópontokhoz érkeztünk el, amelyek mindenképp fölhívták a figyelmünket arra, hogy mi az, amiken változtatni kell. Hát ugye nyilvánvaló, hogy ez egyik legfontosabb dolog volt a hozzáférésnek a javítása. Hozzáféréshez ugye nagyon sok mindent értünk, magát az épületet, a könyvtár helyiséget, tulajdonképpen nyitvatartás, és a többi, és a többi. A rendszerben az eszközellátottság majdnem a nullával volt egyenlő, tehát már akkor is korszerű könyvtárat nem lehetett úgy szervezni, hogy tulajdonképpen egy nullás gépparkkal. Még tragikusabb volt talán a gyűjtemény, hiszen tulajdonképpen ezeken a helyeken gyakorlatilag minimális volt azoknak a könyvtáraknak a száma, akik kielégítő mértékben tudtak dokumentumokat vásárolni. Nagyon sok volt az a könyvtár, aki egyetlen darab dokumentumot nem vásárolt, és olyan is, aki tulajdonképpen 50 ezer forintnál nem tudott többet költeni. Akkor el lehet képzelni, hogy ebből hogy születhetne könyvtári szolgáltatás. A szolgáltatás éppen ezért nagyjából a könyvkölcsönzésre, de a nem lévő könyvek kölcsönzése is egy nagy truváj volt, erre szorítkozott, és nagyon alapvető információkra. A túlzsúfolt terek nem tették azt lehetővé, hogy ott közösségeket fogadjon és próbáljon a könyvtár ellátni. Sajnálatos módon meg kellett állapítani, hogy 283 olyan kis település volt, ahol szünetelt a könyvtári ellátás, annak ellenére, hogy jogszabály mondta ki, méghozzá a legmagasabb szintű törvény, a könyvtár ellátásnak a kötelezőségét. Nagyon komoly problémákat találtunk a humán erőforrás terén is. Alig-alig akadt olyan, hogy főfoglalkozású könyvtáros, az hazai könyvtárosságnak mindösszesen 20%-a dolgozott kis településen, igen alacsony képzettséggel, és számtalan esetben mindenféle térítés nélkül. Hát csak egy pillanatra gondoljunk az anyagi felelősségek, az elkötelezettség, tisztelet mindenkinek, aki ezt ennek ellenére nagyon igyekezett jól ellátni, de összességében ez a helyzet mindenképpen változtatásra szorult. Ezt megállapította ugye a munkabizottság. Így 2005. január 10-ére kidolgozott a munkabizottság egy olyan koncepciót, amelyik tulajdonképpen meg is jelent az Oktatási és Kulturális Minisztérium könyvtári főosztálya gondozásában, a közlönyben, és már akkor a könyvtárellátási szolgáltató rendszer nevet viselte. Én azt gondolom, hogy a mostani KSZR-nek az alapjait, tehát szakmailag letettük. Abban az időben én több régióban jártam, és próbáltam elmagyarázni, hogy milyen változásokat szeretnénk, és akkor mindenki azt kérdezte, hogy jó, de honnan lesz erre pénz? Egyébként a koncepció részletesen kitért, amire most én nem fogok kitérni, a forrásokra is, és egy több lábon álló finanszírozásba, központi, megyei és helyi finanszírozásba képzelt erre a rendszer működését. Akkor én azt mondtam, hogy kollégák, lehet, hogy előbb lesz pénz, mint ahogy mi erre teljes mértékben föl tudunk készülni. Csak nagyon ott kell lenni, és nagyon figyelni kell a változásokat. Jöttek is a változások. Először jött olyan jogszabály, amelyik tulajdonképpen a feladatok, közszolgáltatási feladatok magasabb szintű, hatékonyabb ellátása érdekében létrehozta a lehetőséget, megadta a többcélú kistérségi társulásokra, ahol a kötelező oktatási, egészségügyi feladatok mellett opcionálisan megjelölte a kultúra területéről a könyvtári szolgáltatást.
Mikor én meghallottam, hogy kistérségenként most szétaprózódik ez az egész rendszer, akkor megmondom őszintén, hogy első pillanatra nem voltam boldog, de mégis, ha utána belegondoltam abba, hogy ha innen most az induláshoz jön valami forrás, és el tudunk kezdeni dolgozni, akkor csak rajtunk múlik az, hogy tulajdonképpen ebből lesz-e egy egységes megyei rendszer, vagy nem. Jóval több munkával fog járni, de ha toppon vagyunk, hogy így mondjam, akkor megoldható. Erre élő bizonyíték Bács-Kiskun megye, amelyik kezdettől fogva minden egyes kistérséggel saját maga szerződött, és az egyetlen olyan megye volt, aki az összes forrást megkapta, és az utolsó fillérig a kistelepülési könyvtár ellátásra fordította, még Heves megye tudta ezt elérni, majdnem teljes összeggel. A többi megyében különböző utakat járt ez a program, hiszen a jogszabály lehetővé tette, sőt egyértelműen csak kistérséggel lehetett szerződni, mégpedig akkor, hogyha 4 kistelepülés tartozik oda. Volt olyan kistérségünk, ahol csak 3 település volt, semmilyen módon nem lehetett ezt a jogszabályt túllépni, tehát magyarul az indulás megkezdődhetett. Ez az az időszak, amikor tulajdonképpen a KSR csoport koncepciójában megfogalmazódik az, hogy a kistelepüléseken a magasabb színvonal ellátása érdekében egy korszerű, egységes minőségi ellátás megteremtése érdekében a működési forrásokat, az infrastruktúrát, a könyvtári személyzetet és a szolgáltatásokat forrásbővítéssel, de egyúttal összpontosítással lehet elérni. No, ebben semmi ellentmondás nincs, tehát mi természetesen itt jelentős forrás növekedésre tettünk igényt. Ugyanakkor nem hagytuk ezeket a forrásokat szétfutni, mert az előző évtizedek azt bizonyították be, hogy mindig, mire a kistelepülésen a könyvtárig eljutott volna a költségvetésbe a megvalósítás sora, addigra ezek a pénzek mindig elfogytak, ami egyáltalán nem csoda, hiszen ezek mindig is támogatás jellegű és a feladatokat soha le nem fedő források voltak, így igazából meg is lehet érteni, hogyha nagyon sokszor az egészségügy, az oktatás, az idősek ellátása, stb. Egyáltalán település életbe tartása a forrásokat elvitte. Éppen ezért nekünk az volt a legfontosabb célkitűzésünk, hogy ez egy többletforrás legyen, ne elvegyen az önkormányzatoktól, hagyja meg ott a kulturális normatívát lakosság szerint, hanem többletforrás legyen, azonban ezt a forrást összpontosítsuk, és szolgáltatás formájába adjuk át a településnek, mert akkor tudjuk csak azt garantálni, hogy igazából ez meg tud valósulni. A koncepció megfogalmazza mindazokat a kérdéseket, amelyekkel itt foglalkozni kell, és ebben, mint ahogy már az előző ábrán is mutattam, megvannak azok a sarkalatos pontok, amelyek nélkül korszerű könyvtári ellátást nem lehet biztosítani, tehát már akkor is tudtuk, hogy itt nagyon sok mindenhez hozzá kell nyúlni. Ez az hőskorszak, hogy így mondjam, vagy induló korszak, amikor még ezt a bizonyos könyvtár ellátási szerződést a szolgáltató könyvtár, nem nevezhetem mindegyiket megyei könyvtárnak, és a kistérségi társulás maga köti meg. Egyik nagy problémája az volt a források biztosítása ellenére is, hogy nagyon sok volt a szolgáltató könyvtár, hirtelen sok lett, és hirtelen egyes helyeken nagyon kevés pénz jutott oda a tényleges könyvtári ellátásra. Mindenki úgy gondolta, hogy hát a maga részét egy kicsit leveszi, mert működteti a társulást, mert nem ragozom, tehát tulajdonképpen ez önmagába véve a rendszer munkáját elindítja, de kezdettől fogva látszik, hogy ezeken minden körülmények között változtatni kell. A szétaprózottság volt az egyik legnagyobb probléma.
a szétaprózottság mellett a nagyon kevés humán erőforrás, ami ezzel tudott foglalkozni, hiszen ha egy kicsi könyvtár volt a szolgáltató, ahol önmagában 2-3 könyvtáros dolgozott, az bizony nem volt egy egyszerű dolog, hogyha kapott mellé 10-20-30 kis települést még. Ennek ellenére megindultak az épületfelújítások és azoknak a forrásoknak a megragadása, amely ahhoz volt szükséges, hogy itt megfelelő körülmények tudjanak kialakulni. Megkezdődött a nagyon-nagyon elavult, teletömött könyvtár helységek állományának a leválogatása, amiből teljességgel hiányzott, mint ahogy az előbb mutattam, az utolsó évek minden újdonsága. De volt olyan hely, ahol évtizedre visszamenőleg hiányzott. Valahol a 80-as, 90-es években megálltak ezek a vásárlások, akkor még ugye ezek a könyvek gyakorlatilag hát olcsók voltak. Nagyon sok kreativitás és elkötelezettség kellett a könyvtárosok részéről ahhoz, hogy föltérképezzék, és itt óriási partnerek voltak a polgármesterek, helyenként a jegyzők, amikor bejártuk az egész falut és körbenéztünk, hogy tulajdonképpen milyen helység lenne mozdítható. Elsőnek abból próbáltunk kiindulni, hogy van-e a könyvtár helysége mellett közvetlen valami, ami hozzákapcsolható, mint például, amit itt láttok, ez a szűk, sötét folyosó. Kinek van kedve egy ilyen folyosóra bemenni, és ott van közvetlen mellette egy lomtár, ahol nem tudom hány év karácsonyfája ott szunnyad. Tehát mondjuk ezt ki lehet üríteni, ezt ki lehet venni, és abban a pillanatban kapunk egy ilyen teret. Tény és való, ehhez kellett fölkészültség, kellett szakértelem, kellett olyan, amiben ezt látjuk, de hát a könyvtárosok mindig is tanultak, és mindig is tudtak előre menni. Tessék megnézni, hogy mennyivel másabb már a tér. És az a senki által borzalmas körülményben lévő művelődési háznak a sarkába egy kicsi könyvtárból tulajdonképpen lehetett varázsolni egy olyan helyet, ami hát innentől kezdve azt gondolom, hogy önmagáért beszél. Mindenhol az elsődleges cél az volt, hogy meglegyen a gyerekek helye és a fal melletti polcozással a terek. Nagyon fontos volt, hogy tulajdonképpen első pillanattól kezdve figyeljünk arra, hogy egy kis településen, ahol erre lehetőség van, és szerintem majdnem minden volt erre lehetőség, rögtön a kettő funkcióba együtt gondolkodjunk. Az iskolai könyvtári ellátásba és a nyilvános lakosságiba. Annál is inkább, mert nagyon sok esetben tulajdonképpen az iskola épületében működött a könyvtár, csak akkor ehhez valójában meg kellett teremteni azokat a feltételeket, amik a lakosság számára is jók, és a gyerekek számára is jók. Ugye itt egy olyan példát mutatok, ahova hát bemenni nincs az embernek kedve, mert úgy kell mondjam, agyonnyomnak a könyvek. Hát tessék megnézni, milyennek érzem én itt magam? Hát egy porszemnek, hát az életben nem fogok ennyi könyvön átrágni magam, meg se találom az újdonságot, semmit. Ennek a helynek azonban volt egy óriási előnye, tessék megnézni, hogy mekkora hely volt, hogyha az ember kipakolt mindent, és kiszedte a falakat, akkor itt egy paradicsomi állapot lett, és tulajdonképpen akkor már csak ahhoz kellett érteni, hogy a lakosságnak ne kelljen ezt a hosszú folyosót bejárni, hanem azonnal meg kellett adni az utcáról egy bejáratot, ahol teljesen szabadon kívülről is és belülről is lehet használni ezt a könyvtárat. És nem véletlen, hogy ilyen fotót lehetett készíteni, amikor kinyílt az ajtó, mert ezek általában titokba készültek, ugye mindenhol, és nem akartak a lányok hinni a szemüknek, hogy ez az ő könyvtáruk. Ez a település legkorszerűbb kulturális intézményévé vált, és tulajdonképpen a mai napig is hatalmas gépparkkal, ugye itt még arra is figyelni kellett, hogy számítástechnikai oktatás, tehát meg kellett hagyni azokat a lehetőségeket, és belakták azt a könyvtárat, amit előtte egyáltalán nem használtak. Ehhez viszont a könyvtárak döntő többségét meg kellett szabadítani ettől a rengeteg felhalmozott könyvtől, mert a közkönyvtár feladata minden körülmények között az, hogy a lakosságnak
tényleges szolgáltatást tudjon nyújtani. Nyilván pontosan tudja mindenki, hogy az alapirodalom ott van, de az újdonságokat is be kell tudni engedni, mert ha nem, akkor baj van. Itt már óriási az előrelépés. Soha nem volt rend a könyvtári nyilvántartásban, soha. Azóta, amióta tulajdonképpen van KSR, és gépesítve van minden, azóta egy nap alatt el lehet végezni egy ilyen állományellenőrzést, abszolút precízen, pontosan, ugye vonalkódos ellátás van a legkisebb településen is, pontosan ezeknek a munkáknak a felgyorsítására. És akkor megérkezünk lassan ennek az első szakasznak a végére, de tessék megnézni, hogy 2013, ugye innentől tartjuk a 10 éves évfordulót, 2120 település csatlakozott már be ebbe a bizonyos mozgókönyvtári ellátásba, nem a szakma adta ezt az elnevezést, hogy mozgókönyvtár, megörököltük valaki a belügyminisztériumban, nem tudom, ki ezzel foglalkozott. Nekünk a mozgókönyvtár mindig a bibliobusz jelentette. Volt is ebből problémánk, mert rengeteg településen meg kellett magyarázni, hogy nem arról van szó, hogy ide busz fog jönni, aki nagyon ragaszkodott a könyvtárához. Ez egy megnevezés, mozogni fog a szolgáltatás, majd aztán kimásztunk ugye ebből a kérdésből. Na, ezek a gyökereink, és ebbe hihetetlen sok munkánk van. És tulajdonképpen az óriási nagy kérdés az volt, hogy amikor 2011-ben megtörténik a megyei önkormányzatoknál az intézményfenntartás megszüntetése, és a megyei könyvtáraknak egy állami fenntartás az útja, akkor mi lesz a mi kis településeinkkel? Nos, itt kellett nagyon-nagyon komolyan gondolkodni, hiszen két könyvtár kivételével minden megyei könyvtárat az akkori közigazgatási és igazságügyi minisztérium vett át, és természetesen a jogszabály változott tovább, hiszen nem úgy mondjuk, hogy megszüntette a több célú kistérségi társulásokat, mert azt maguk a önkormányzatok hozták létre, de minden esetre csak szabad társulásba, saját maguk mehettek benne tovább, és ezt a típusú finanszírozást már nem biztosította. De előírta a jogszabály, hogy amit eddig végeztek, azt végezni kell. Ez volt az a pillanat, amikor nagyon komoly szakmai érdekérvényesítéssel ezt az egész rendszert, amiben úgy tűnt, hogy nagyon komoly veszélybe kerülnek a kis települések, és ha ez akkor ott megtorpan 2012-ben, akkor ma nem sikertörténetről beszélünk, hanem ugyanannak a verklének a folytatásáról, hogy nem jöttek ki a kis települések mindannyian a túlsó partra. Ezért rendkívül fontos volt, hogy ennek a társulásnak a megszűnte ne hozza magával, meg a megyei könyvtáraknak az állami fenntartásba kerülése, ne hozza magával a rendszernek az összeomlását, hanem az azonnali átalakítását. Mi volt az azonnali átalakítás módja? Az, hogy rögtön a kulturális törvénybe be kellett vinni azt a paragrafust, hogy ezt a szolgáltatást innentől kezdve a megyei könyvtárak látják el. Akkor már komoly tapasztalatunk volt, mint említettem, a szétaprózottság problémájára, és akkor tulajdonképpen elő tudtunk jönni azonnal az általunk korábban már kidolgozott könyvtárellátási szolgáltató rendszerrel, és valójában egy összegbe a kistérségben felhasznált könyvtárellátási szolgáltatást, ami olyan közel 3 milliárd, tehát igazából nem nagy pénzről beszélünk, de a rendszer egésze szempontjából létfontosságú. Ez megtörténik, és ennek köszönhetően tulajdonképpen január 1-ével megyünk tovább azzal a hatalmas dilemmával, hogy vajon hogy fogják most a kis települések ezt fogadni, kilépnek a rendszerből, vagy nem foglalkoznak ezzel, ha jön a szolgáltatás. Sokunknak volt határozatlan idejű szerződése, tehát föl sem merült, hogy most akkor átmódosítottuk, közvetlenül most innentől kezdve már gyakorlatilag az önkormányzatokkal történik meg a szerződéskötés. És folytatódik a történet tovább, elkezdjük
a KSR mennyiségi növekedése után az abszolút minőségi munkára való törekvést és egy egységes megyei rendszer kialakítását az egységes megyei könyvtári integrált rendszerbe, a teljes kistelepülési részek bevonását és a kölcsönző helyeket abszolút több funkciós helyét tesszük. Többek között a jogszabályba rögzítjük, hogy ezek könyvtár, információs és közösségi helyek, és minden olyan forrásnál ott vagyunk, ami ezeknek a céloknak a megvalósítását tudja szolgálni, így többek között az Európai Uniós forrásoknál is. Szerződésbe korrekt módon tisztázzuk, hogy mi az önkormányzat kötelezettsége, és mi az, amit a szolgáltató könyvtárnak biztosítani kell. Ezek a mai napig is igen magas szintű követelményeket mutatnak. És akkor ugye nagyon komolyan dolgozott ez a munkabizottság, mondom se kell tovább. Gyakorlatilag a munkabizottság fejlesztési tervébe megjósoltuk, ugye előrevetítettük jövő kép szempontjából, hogy majd mennyi lesz a csatlakozó településeknek a száma, és úgy gondoltuk, hogy tulajdonképpen ott 2018-ban majd 2294-nél fogunk tartani, ehhez képest a tény 2615 lett, és amikor ma ezt a rendszert áttekintjük, akkor azt látjuk, hogy ott van egy piros választóvonal, amire én azt mondom, hogy a második szakasz, de itt már ebben a szakaszban maga a növekedés csak 576, tehát nagyon becsüljük meg azt, hogy akár a mi munkánk, akár az elődeink munkájával ez a rendszer nem, hogy nem esett szét, hanem nagy léptékekbe fejlődött, és ment végre most már azon az úton, amin mennie kellett, és ma 2696 település tagja, nem hiszem, hogy van még egy közszolgáltatás, amelyik ilyen magas számot mutatna. Kiegészültek most már a bibliobuszokkal ezek a szolgáltatások, Európai Uniós pályázatoknak köszönhetően 4 korszerű busz jár, ezeket se fogom részletezni, mert lesz róla szó. Ezek nagyon sokféle lehetőséget kínálnak, és igen, vannak olyan kis települések, különösen a nagyon apró falvas részeken, ahova el kell, hogy jussanak. És ha ma ránézünk Magyarország térképére, azt látjuk, hogy ez a 2696 település, az mind kék, azok a KSR-ek, és a sárgák, a nagyobb települések, ahol továbbra is működnek az önálló könyvtárak, tehát Magyarország lefedettsége könyvtári szempontból teljesnek tekinthető, és ez a rendszer sokféle működési formát ölt. Nem megyek bele a részleteibe ennek, de nyilván tudjuk azt, hogy önálló könyvtár épületünk különös tekintettel kistelepülésen nem igazán van, ezért nekünk mindig nagyon kell figyelni azokra a lehetőségekre, amikor megújíthatunk valami épületet. Nekünk a legfontosabb az, hogy ami a nekünk természetesen ilyenkor mindig szakmát értek, a fejlesztésekben nem mindig sikerül jó irányba menni. Ezért kiemelt feladatunknak tekintjük a munkabizottságba, hogy készítsünk egy olyan ajánlást, amelyik a mai napig is érvényes, és amelyik megadja azokat a szakmai normatívákat, hogy hogyan kell egy helység berendezéséhez hozzáfogni, egészen odáig, hogy hogyan lehet megfelelő bútorzatot készíteni. És a Nemzeti Kulturális Alap, mint legnagyobb támogatója a vidékfejlesztési program mellett ennek köszönhetően egymás után újulnak meg ezek a könyvtárak, és egymás után alakulnak ki, nem mindenhol az ajánlásunknak megfelelő négyzetméterbe, de tudomásul kell venni, hogy a legnehezebb a falaknak a kitolása, és ilyen szempontból az az optimális 100 négyzetmétert meghaladó átlagos települési könyvtár döntően Bács-Kiskun megyébe, Békésbe található. Az épületeket újra lehet hasznosítani, hoztam egy olyan példát, ahol egy régi gyógyszertár átalakítása történik meg az önkormányzatnak, és egy polgármesteri hivatalt is, ahol a polgármester úr nagyon régóta vágyott arra, hogy a meglehetősen romos épületben lévő könyvtárhelyiségbe költözön, különböző érzelmi okok miatt, az épület egyébként gyönyörű volt, de használhatatlan, úgyhogy így átadta a polgármesteri hivatal ugyancsak romos épületét,
három helységét, amiből csodálatos, szép könyvtárat lehetett készíteni, és azóta a falu programban már az épület is megújult. Vannak nagyon szép példáink, rengeteg. Most azt kell mondjam, hogy ezek között a körülmények között már lehet dolgozni, és hogyha ezek a feltételek folyamatos gondozással és bővítéssel vannak, akkor remélem, hogy már nem fogunk többet odáig eljutni. A klasszikus példáink, hogy az ilyenből mit lehetett kihozni, ez a hely már nem fog többet olyanná visszasüllyedni, mint amilyenből kimászott, ebbe természetesen reménykedni lehet, a nappali szobánknak is elfogadnánk ezeket. A nyitvatartás is elkezd fokozatosan mérsékelten növekedni, de már 3,5 napot nyitva vannak ezek a könyvtárak, amelyek közül, mint mutattam, nagyon sokan zárva voltak, és 17,5 óra már az átlag. Nő a tagság, 300 000 fő beiratkozik egy évbe. Ez példátlan, és meg fogom mutatni, hogy tulajdonképpen ezek a visszaesések csak itt következnek most be, de a szakmának rettenetesen figyelni kell. Ez ugye a két Covid év, de ez az év mutatja, hogy tulajdonképpen milyen magasak az igények a szolgáltatásra. 2,7 millió dokumentumot kölcsönöznek, itt csak a kis településről, csak Kászerről beszélünk, és 2,6 milliót meg helyben használnak. Miért? Azért, mert már lehet helybe használni, és azért, mert már van mit használni. Mert tulajdonképpen 645 000 könyv átlagosan az évi gyarapodása a rendszernek, és olyan újságok, napilapok, képeslapok kerülnek be a rendszerbe, ami korábban elképzelhetetlen volt. És akkor itt a lényeg, mert valójában minden döntő mértékben értük történik. Nem létezhet az, hogy azért, mert egy kisgyerek ott él egy kis településen, azért nélkülöznie kelljen azt a könyvet, amiről nagyon jól tudjuk, hogy anélkül nem megy. Hogyha ezek a személyes használatok el tudtak odáig jutni, hogy 3,4 millióról tudunk beszélni, akkor úgy gondolom, hogy már csak az a nagy kérdés, hogy ezt a hatalmas növekedést, ami a távhasználatokba bekövetkezik, ezt hogyan tudjuk szinten tartani, ez a két covidos év. Tehát kedves kollégák, most az az óriási kihívás, hogy tudunk visszakapaszkodni, milyen módon tudunk ide visszakapaszkodni a 19-re, mert már voltunk egyszer ott, tehát semmi okunk nincs azt gondolni, hogy nem tudunk, még akkor is, hogyha most az energiaválság megint megzavart bennünket. Óriási mértékben változott meg ugye a számítógépes géppark és a mindenféle típusú eszköz. Ma nem probléma egy kis településen egy projektor, egy fényképezőgép, azok az eszközök, hát most már robotika csomagok ott vannak jó pár helyen. Nos, ezek a feltételek nagyon szükségesek ahhoz, hogy tulajdonképpen beszélhessünk közösségekről, mert hogy a leglényegesebb dolog mégiscsak az, hogy ezek közösségek legyenek, és fogadják be az ott élő embereket, és juttassák el ezeket a szolgáltatásokat. A mi könyvtári programjaink, ezek ugye éves adatok, 35 000 programon 1,1 millió ember. Regisztrált adatok gyakorlatilag úgy hiszem, hogy hallatlanul fontosak. De hol kezdjük? Hát nyilván nagyon az elején. Ott kezdjük, amikor egészen pici korba először beszéltünk bababarát könyvtárakról, itt a kis falvakba is, akkor ránk csodálkoztak, ma ez már nagyon sok helyen abszolút természetes, és akkor talán lehet látni és tudni azt, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy a rendszer maga biztosítja az egységes, magas színvonalú olyan eszközöket, mint a babaolvasójegy, babaolvasófüzet, rengetegféle babafejlesztő játék, ahhoz, hogy itt a programok jók legyenek. És minden korosztályra figyel, a korai kezdéssel indul, és ahogy nő a korosztály, úgy jutunk el odáig, hogy tulajdonképpen mindenki megtalálja magáét. Kiemelt jelentőségű a helytörténet, ezt nagyon becsüljük, ezt nagyon segítjük, a hagyományok ápolását, és van egy titok, itt nem csak gyakorolják
mert a hely is alkalmas rá, hanem ott vannak a dokumentumok is a háttérbe. Ott vannak azok a kiadványok, azok az információk, amik a saját településükről, a saját családjukról, az őseikről szólnak, és ez így mindig sokkal, de sokkal közelebb áll. Bekapcsolódunk a legkülönbözőbb programokba, amelyek arra jók, hogy igenis azokat a főleg idős embereket, akik nagyon sokáig bizony otthon ültek és nem nagyon mozdultak ki, azok most kimozduljanak és közösségbe jöjjenek, és mindenki klubját alapítsanak. Rengeteg ötlet van, nagyon sokféle lehetőség arra, hogy ez megszülessen. Mégis az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek elévülhetetlenek az érdemei abban, hogy ezt országosan összefogja és koordinálja. Így születnek meg azok az évtizedes programok, az internet fiesta, az országos könyvtári napok, amik a legfontosabb társadalmi problémákkal foglalkoznak. Mi akkor kezdünk beszélni mindenről, amikor már lehet érezni, hogy ezekből baj lesz. Például a beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól, programjainktól kezdve a legszélesebb és színesebb programokról van itt szó. És ezeket mind olyan színvonalas promóciós anyagok követik, ami végérvényesen meggátolja azt, hogy azért, mert valaki kisebb, azért neki mindenből a gyengébb jusson. Én még nagyon sok olyannal találkoztam, amikor a kis településen már maximum egy stencilezett papír jutott. Itt kérem, pontosan ugyanazt a minőséget kapja, mint a fővárosba, és ennek a titka az, hogy ezeket bizony szervezni kell. A legkiugróbb, már most már ugye szolgáltatunk, nagyon sok mindent szolgáltatunk, könyvtármozi szolgáltatás, ami a magyar filmkultúra remekeit mutatja be, és ha sokáig bírják a kollégák, akkor ez valóban egy igazi közösségalkotó, közösségteremtő szolgáltatássá fog válni. Én úgy gondolom, hogy nem mehetünk el amellett se szó nélkül, hogy nagyon fontosak a módszertani kiadványok, nagyon fontos a tudásátadás. Az, hogy folyamatosan szerveztük a KSR műhelynapokat, 10 ilyen KSR műhelynapot megszerveztünk, kétnaposakat, teljes partnerségbe a minisztériummal, az közös gondolkodásba, közös fejlesztésbe, ugye itt most épp ott tartunk, hogy Víg Anna Mária volt a főosztályvezető, és ott vagyunk minden olyan pályázatnál, ahol gyakorlatilag ezeket a szakmai napokat össze tudjuk hozni, amit közösen vállalunk, mindig másik település, és ebből adódóan ennek a továbbképzésnek utána a saját megyébe mindenki tovább viszi a értékeit, és megtartja ezeket a foglalkozásokat. Azt nem mondhatom, hogy a könyvtáros státuszában sikerült érdembe előrelépni, még most is nagyon alacsony a főfoglalkozású könyvtárosok száma. Itt ugye van egy közfoglalkoztatási periódus, ami utána kiesik, de mégis azt gondolom, hogy rengeteg olyan munka fekszik a kistelepülésen dolgozóknak a tevékenységébe, amiről csak tisztelettel lehet szólni, és mindent el kell követni annak érdekében, hogy az ő önképzésüket is bekalkulálva, de segítsük a továbbjutásukat. Ez a kulturális alapellátás, emberközpontú könyvtárhálózata, amit próbáltam egy metszetben megmutatni, ennek egy megalapozott, folyamatos munkának kell lenni. Itt nagyon fontos az állandóság, miközben tudjuk, hogy állandóan változik minden, de mi magunk és a rendszernek állandónak kell lenni a biztonság érdekében. Ne kelljen azon gondolkodni, hogy akkor holnap majd nem lesz már semmi, de kérem szépen lennie kell, ezen belül történik meg a folyamatos változás. Föl kell tudnunk ébreszteni a tanulási kedvet, és csak így tudunk közösségbe létezni. A konklúzió, én azt gondolom, hogy minden elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy a KSR az egyetlen lehetőség a vidék Magyarországának az egyenlő esélyek biztosítására, a könyvtári szolgáltatások elérésére. Ezt rengeteg dolog alá támasztja. Én, aki nagyon hosszú idő óta ugye dolgoztam ebben, és ismerem a zsákutcás kudarcokat is, nagyon bízom benne, hogy ez nem válik azzá.
Itt a megyei szint a legoptimálisabb, ezer ok miatt. A régió túl nagy, a járás túl kicsi, és azt gondolom, hogy ez az egység az, ahol valójában ezt a szolgáltatást helyenként városok bevonásával, de el lehet végezni. Ezt viszont csak együttes munkával lehet megteremteni. Itt a rendszer tagjai attól erősek, hogy a rendszeren belül vannak, és segítik egymást együttműködésükbe. A könyvtár átalakulásában melyik könyvtárak tudják a látogatóikat megtartani? Hát nyilván azok, ahol az emberek jól érzik magukat, figyelnek rájuk, fel tudják kelteni az érdeklődésüket, megkapják, amit szeretnének, biztonságban érzik magukat. Vannak társaik, nem utolsó sorban a könyvtáros. Szeretnék köszönetet mondani név szerint is most a folyamat kezdetétől pár percben Skaliszki Judit könyvtári főosztályvezetőnek, Kenyéri Katali jogásznak, akinek a jogszabályalkotásokban nagyon nagy szerepe volt. Az első munkabizottság, KSR munkabizottságban Itauszki Györgyné, Nagy László, Pallósiné, Tőzsér Istvánné, aki az elsőbe és az utolsóba végig dolgozott, Varga Róbert, Fehér Miklós könyvtári intézet, utána Víg Anna Mária, Sörény Edina, Kis Gábor, Prókai Margit, Rakoncás Szilvi, Tőzsér Istvánné. A munkabizottságot 2021-ben Szólás Péter, a jelenlegi könyvtári és levéltári főosztályvezető megszüntette, és a 10 megyére kiterjedt szakfelügyeletnek a második felét pedig lefújta. A kistelepülésen könyvtárban dolgozóké a legnagyobb köszönet, a KSZ-t működtető vezetőké, munkatársaké, minden együttműködő partneré, Nemzeti Kulturális Alapja az X-é, de mindenek előtt a vidéken élő könyvtárat használó embereké. Minden hegy csúcsban végződik, emelkedjetek bátran, és ki kiindulva a hegy alján távol álltok egymástól, fenn a tetőn találkozni fogtok. Ötvös József gondolataival köszönöm meg a figyelmet.